Ferdinándi György születésnapok. Azt állítja ez a kedves barát, hogy a 80-on, ezen a kerek évfordulón megillik kérdezni tőlem, hogy volt-e, és ha igen, melyik a legemlékezetesebb születésnapom. Megdöbbenek. Az évfordulók az én életemben is, mint gondolom a legtöbb ember életében, banálisak. Azután mégis eszembe jut a 9. születésnapom. Az első, amit nem otthon ünnepeltünk, és amin apám már nem volt jelen. A Mátrába menekültünk a bombázások elől, anyánk, Böske nénénk és mi a három gyerek. Emlékszem, Gaja tetőn a nagyszálló ablakából néztük az ágyuk torkolattüzét, a fényszórók pásztázta eget Budapest felett. Bent az étteremben francia tisztek vacsoráztak, ők a háború elől menekültek ide hozzánk, amikor Galliát elfoglalták a németek. De volt lent az alaksorban egy apró, így mondtuk, székely étterem. Mi öten ott tartottuk meg a születésnapomat. 8 órakor azokban az időkben egy pillanatra kialudtak a lámpák. Akkor kezdődött az elsötétítés. Amikor kinyitottam a szemem, előttem volt az ajándék, egy igazi karóra. Megcsókoltak anyám és Böske néni, a kövér Böske, a nénikémet magamban még most is így nevezem. Aztán felgyorsultak az események, visszautaztunk Budára, apánk eltűnt, bejöttek, így mondtuk, bejöttek az oroszok. Én falura kerültem, csángó menekültek fogadták be az éhező pestieket. Királyéknál pásztorkodtam kis Dorogon a 10. születésnapomon. Hát, csak így. Minden megváltozott körülöttem egyetlen év leforgása alatt. Ami az első karórámat illeti, elkérte az az ember, aki átvezetett a határon 1956 csatakos őszén a bukott forradalom után. Attól fogva fél évszázadon át nem volt több emlékezetes születésnapom.